Sziasztok! Charlie vagyok, és ez itt az E-cigi tesztek. A mai videóban Kuzi Mester legújabb módjával ismerkedhetünk meg, a Kuzi Next-tel. Nézzük meg először közelről. Nézzük tehát akkor a továbbfejlesztett Kuzi módot, ami a Kuzi Next nevet kapta. Első és legfontosabb változásként vélhető felfedezni, hogy ez már nem a polírozott SS cső, hanem egy finom szálcsiszolást kapott, illetve hogy a felső és az alsó részen található egy-egy polírozott réz elem, amit most már ugyan lehet kérni SS-ben is, de nekem így jobban tetszik. Nézzük akkor, hogy miben másabb, miben hasonlít az előző szériához. Ehhez elővesszük a régit, itt található. Azt látjuk, hogy ez így azért rendesen gyűjti az új lenyomatot, a másik, ahogy az előbb is említettem, ezzel szemben nem. Az 5-10 csatlakozó a régén nincsen rajta, de gyakorlatilag csereszabatos, és ugyanígy néz ki, mint a mostanin. A régin itt láthatjuk a logózást, a Kuzimods. Ez az újnál itt helyezkedik most már el az alján, és ott a sorszámozás is, ez a roppant szerencsés 013-as sorszám. Következő az itt a gázelvezető furat, a réginél itt volt két nagyméretű lyuk, az újnál itt a felső részen a csatlakozó alatt található meg, és 6 darab lyuk segít a bajban. Tovább haladunk lefelé, láthatjuk a réginél a talpkapcsolót, amit ezzel a mozdulattal tudtunk kioldani, és így tudtuk benyomni, ahogy látjuk, most nincs benne aksi, ami ellen tartana, ez úgy is marad. A mostani verzióban, a Next-nél egy fordított menettel rendelkező, tehát mintha betekernénk, és mégis kitekerjük, így van, zsebzár biztos állapotban, így kitekerve pedig tűzkész állapotban. Nézzük meg a kapcsolókat, hasonlítsuk össze. Ott van a legnagyobb újdonság véleményem szerint. Itt a régi, a fehér, itt az új, a piros szigeteléssel. Nézzük meg. A réginél, ugye már a jól ismert módon, ezt a rugót, ha eltávolítottuk, akkor itt tudtuk beállítani ennek a műanyag kontrának a segítségével a kapcsolási utunkat, és ezt a rugót visszahelyezve, ami nem is olyan egyszerű. Na, meg lesz. Igen. Visszahelyezve tudtuk használni a készülékben. Ez így az aksit megfeszítette, és ennek a gomnak a segítségével tudtuk ezt a középső réz érintkezőt hozzányomni az akkumulátor alsó részéhez, és így zárni az áramkört. Nézzük az újat. Amit felfedezhetünk, ez most nyitott állapotban van. Bár nincs benne aksi, de ez ugyanúgy visszanyomja. Vajon miért? Nézzük. Először is ezt a rugót távolítsuk el. Azt látjuk, hogy sokkal kisebb az érintkező kiemelkedése, mint az előző verziónál. Tehát, hogyha megnézzük, akkor több, mint a duplája, de inkább háromszorosa. Ahhoz, hogy megértsük ezt, legjobb, hogyha szétszedjük. Ott látunk bent egy kis kontra anyát, azt kell meglazítani,
és hogyha ez sikerült, akkor eltávolítani. Ebben az esetben már szét is jön, tehát ez az a darab, amiben mindent beletekerünk, itt van rajta a kontra, amit le is tudunk akár tekerni, ezt én visszarakom, és itt található a második rugó, ami biztosítja a kapcsoló mozgását akkor is, hogyha a belső rugó nélkül használnánk. És hogy miért használnánk belső rugó nélkül, nézzük meg összeszerelt állapotban. Ezt visszatekerem. Meghúzom a belső anyát. Most azért használhatjuk ezt enélkül, a rugó nélkül, mert ez a cső, nézzük csak meg. Mágneses bizony ez a kapcsoló itt. A mágnes ott a középrészre van belepréselve, itt tulajdonképp azt is meg tudjuk játszani, hogy rugó nélkül használva, ha megnézzük, akkor ezzel a felállással van benne a csőben, és itt a felső érintkezőhöz jelen esetben nem ér hozzá, hiszen a rugóút is biztosítva van, és ez csak akkor zárja az áramkört, ha ezt az alsó kapcsolót benyomjuk, és akkor nyomja hozzá a felső érintkezőhöz. Az nem fordulhat elő ebben az esetben, hogyha jól be van állítva az alsó kapcsolónak az útja, hogy egyszerre ér hozzá az alsóhoz és a felsőhöz, hiszen a mágnes folyamatosan magához rántja az akkumulátorunkat. Én ezt a rugót most visszateszem. És össze is szerelem. Belerakjuk az aksit. Úgy a zsebzárat akár be is kapcsolhatjuk. Így néz ki a Kuzi Next az 5-10-es csatlakozóval. Ha megnézzük a csatlakozóját, gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint az előző verziónál, tehát a középérintkezője finoman állítható, ez egy menetes középérintkező, illetve az alsó levegőzésű kazánok is kapnak szépen levegőt rajta, hiszen ha megnézitek, ott az alsó érintkező is slitzelve van. Ezt visszaállítom, belehelyezem. Ő volna a Kuzi Next alapkiépítésben. Nézzük meg, hogy milyen egy régi RBA kazánnal. Én ezzel használtam, ezt rá is tekerjük. Azt lehet észrevenni, hogy itt egy picit akad. Nos, hogy miért akad? Kivesszük az elemet is. Itt a belső részén, ha megtalálja a fókusz, ott a belső részén láthatjuk a menetekbe fúrva, ott vannak bizony a gázzel vezető furatok, és némelyikben még egy kis spén található. Annyival el lehet az egészet intézni, hogy párszor beletekerjük a Megatron kapcsoló, vagy a Megatron csatlakozást, és egy picit határozottabb mozdulattal meghúzzuk. Sajnos ezekkel a régiekkel bár kompatibilis, de a mérete nem igazán passzol, ugyanis a cső egy picivel vékonyabb az előző verzióhoz képest, ez azt jelenti, hogy fél, azaz fél milliméterrel vékonyabb ez a cső, mint a régi mod csöve. Ezáltal, mivel ahhoz volt ez az RBA kazán is tervezve, ezért ha megnézzük, akkor
nem nagyon lehet látni, de ugye ez a fél milliméter itt érezhető, az azt jelenti, hogy oldalanként 25 századdal vastagabb. Én azt mondja Kuzi, hogy tervezés alatt van az új, sokkal jobb RBA kazán is, aminek a Megatron csatlakozásával tökéletesen kompatibilis és egybefüggő kinézetű lesz a cső, illetve az RBA, nem lesz vastagság különbsége, illetve az is ilyen megmunkálással fog érkezni, nem ezzel az új lenyomatgyűjtő polírozott SS testtel, illetve lesz még más meglepetés is, de az maradjon egy következő videó tárgya. Amit még észrevettem, hogyha mi rátekerjük ezt a régi Megatron csatlakozást, így ha mellé rakjuk, akkor jobban lehet látni majd, ez bizony sajnos pont a gázelvezető furatnál egy picivel jobban besüllyed, tehát hogyha ezt ide tekerjük, akkor bizony előfordulhat az, hogy a gázelvezető furatunkat tökéletesen elzárjuk. Aki kínosan ügyel a biztonságra, ennyivel meg tudja a problémáját oldani. Apró szépséghiba, hogy fejjel lefelé lesz a felirat, de így tökéletesen biztosítva lesz az, hogyha bármi baj történne, akkor itt el tudja vezetni a keletkező gázokat a csövön keresztül. Aki nem ezzel használja, tehát nem a Megatron csatlakozással, hanem a sima 5-10-zel, annak ilyen problémája nem lehet, hiszen így mutatom, ez tökéletesen passzol hozzá. Most, hogy megnéztük közelről, nézzük meg kicsit átfogóbban, milyen az eszközről a benyomásom. És közben pöfékelhetünk is egy kicsit. Én az előző széria RBA kazánnyával próbálom ki, milyen az érzés. Hozza ugyanazt, vagy egy kicsit jobb is talán. Ami nekem az előző szériánál nem tetszett, az a csövet tekintve ez a új lenyomatgyűjtő külső falást volt a legnagyobb probléma. Ez tökéletesen lett itt orvosolva, gyönyörűen van finiselve, és tartós használat közben sem volt az az érzésem, mint az előzőnél, hogy ahogy nyomom a talpkapcsolót, így tolom szépen fölfele a kezembe ki. Nagyon jó fogási érzést ad nekem. Az senkit ne tévesszen meg, vagy ne tantorítson el, hogy méretben nem stimmel a régi RBA-val. Most 25 század milliméterről beszélünk oldalanként, tehát ez szemre nem nagyon vehető észre. Az anyaghasználatban lehet egy kis különbséget felfedezni, de a régivel is tökéletesen működik. Ugye a gázelvezető furatokat már említettem az előző pár percben, hogy mik voltak vele a fenntartásaim, az újnál ez is ki lesz javítva, illetve hát úgy lesz kijavítva, hogy a Megatron kapcsoló menetes rész egy kicsivel kisebb lesz. Ami tetszik még az új verzióban, hogy belopakodott a rész is a történetbe, az 5-10-es csatlakozó is egy polírozott részből van megmunkálva, illetve ez az alsó gyűrű is rész. Sokan félnek tőle, hogy idővel bepatinásodik, vagy
vagy megmattul. Hát a réz egy kicsit karbantartás igényesebb. Aki ettől fél, az most már meg tudja rendelni az SS verzióját is, tehát gyakorlatilag ugyanúgy rozsdamentes acél ez a gyűrű is, meg a felső 5-10 csatlakozó is. Ami nagyon tetszik, és az előző szériában említettem is, hogy nekem az nagyon hiányzik, a kapcsolója az előző szériának, hát nekem ilyen szó-szó, tehát működik, de ha van jobb, akkor azt jobban szeretem használni. Na és ez volt az, ami nekem nagyon tetszett. Egy az, hogy mágneses a kapcsolója, tehát akár belső rugó nélkül is használhatjuk. Fordított elven működik mondjuk, mint egy magnetó. Míg a magnetóban mondjuk a két mágnes taszítja egymást, ezáltal az izzítás utáni pillanat az, amikor eltolja egymástól, és így oldja meg az alsó kapcsolást. Itt gyakorlatilag a mágnes az ugye fixen az akkumulátorunknak a negatív érintkezőjét magához rántja, és amikor toljuk fel a kapcsolót, az zárja azzal az áramkört, hogy hozzátolja a pozitív érintkezőhöz, illetve a felső érintkezőhöz, és az alsó kapcsolóban levő rugó az, ami szét fogja tolni ezt. Ez minden pillanatban tökéletesen működött, nekem nem volt vele gondja az embernek használat közben. Nagyon szépen ki van dolgozva az alsó kapcsoló része is, a belső része le van kerekítve a zsebzárnál, a külső része pedig le van csapva, úgy nézem 30-40-45 fokban körülbelül. A logója nagyon tetszik, az új, a megmunkálást már említettem. Érzésre, mintha egy kicsivel kevesebb lenne a vesztesége, mint az előzőnek. Lehet, hogy azért, mert direktebb a kontakt az alsó kapcsolóban, tehát egy nagy lapos T-alakú csatlakozással érintkezik hozzá az aksihoz. Nekem nagyon tetszik. Nézzük akkor pro és kontra. Pro. Minőségi anyaghasználat, minőségi kidolgozás. Nem kérdeztem meg Kuzit, de az előző verzióból kiindulva szerintem itt is él az örök életgarancia. Mondjuk nem a tizedikről ejtjük ki, de normál használatra kiterjedő problémákat szerintem minden további nélkül orvosolja a mester. A pro még nálam a talpkapcsoló és a szálcsiszolt cső. Ami kontra lehet, hogy a régi RBA kazánjainkkal itt a gázelvezető furatok miatt nem teljesen kompatibilis a történet belülről, de én úgy vagyok vele, hogy ha van egy ilyen Kuzi Nextem, akkor a következő állomás az majd az új és minden bizonnyal továbbfejlesztett RBA lesz, úgyhogy annál ez a probléma nem fog fennállni. Úgy gondolom, hogy nagyon nagyot lépett Kuzi előre ezzel az alsó kapcsolós móddal. Nálam a Next sokkal tetszetősebb, mint az előző verzió. Azt mondom, hogy ez az ajánlott kategória, hogyha valaki egy mehamodot keres, bátran merem ajánlani nektek, használjátok, keressétek, olvassatok utána, sok rosszat nem fogtok találni róla, viszont annál több jót, és használjátok egészséggel. Sziasztok!